nem azért jöttünk ide, hogy spanyolokat verjünk, mi azért jöttünk ide, hogy az ukránok ellen kiharcoljuk a legjobb nyolcba kerülést. Nem volt azért egyszerű, azért a világ legjobb csapat ellen játszottunk. Tudtuk azt, hogy ez egy fantasztikus csapat, egy profi ligából érkező játékosok. De fél időben ugye 3-0-ra fordultunk, végig az volt az öltözőben, hogy igenis van bennünk gól és csináljuk tovább. De én úgy érzem, ebben a mérkőzésben nem kell többet beleképzelni, ebben ennyi volt, ezt mostantól le kell zárni, és a csütörtöki ukránok elleni mérkőzésre kell fókuszálni. Végig nagyon optimistán és pozitívan készültünk erre a mérkőzésre, aminek meg is lett az eredménye, mert nagyon jól tartottuk magunkat sokáig. Sajnos aztán egy buta gól, hát nem mondom, hogy megpecsételte a sorsunkat, de nehézé tette a mérkőzést, de szerintem utána is tartottuk magunkat, küzdöttünk, és ennek meg lett az eredménye. Rúgtam két gólt, annak nagyon örülök. Ma még tényleg lehet ezzel foglalkozni, ki kell kicsit küszöbölni a hibákat, de holnaptól csak ukrán meccs, mert mi nem azért jöttünk ide, hogy spanyolokat verjünk, mi azért jöttünk ide, hogy az ukránok ellen kiharcoljuk a legjobb nyolcba kerülést. Az utolsó mérkőzésen, amikor a Makedóniában játszottunk ugyancsak a spanyolok ellen, akkor fújogtak, meg talán a szítót bántották is ezért, mert akkor kimondottan labdatartó jelleggel vetettük be ezt a játékot, most viszont Szitu elmondta, hogy próbáljunk belőle támadni, tehát most nem időt szerettünk volna húzni, hanem próbáltunk volna belőle támadni. Nyilván a spanyolok nagyon jól védekeztek, de tudtunk akkor egy kicsit pihenni, annak ellenére, hogy támadni próbáltunk belőle, és szerintem így jól jött ki az egész játék. Nagyon szépen köszönjük nekik, hogy támogatnak minket, és időt nem kímélve jönnek és buzdítanak minket. Ez fantasztikus dolog volt, remélem, hogy csütörtökön is ilyen hangulat lesz. Nagyon szépen köszönjük a szurkolást. Nem mondom, hogy olyan volt, mint hogy a Debrecenben lettünk volna, de egyértelműen a hazai pályát teremtettek nekünk.